Sziasztok! Rátaláltunk egy sügércsapatra. Nem finom cuccal, élőben fog sügeret fogni, egyfolytában jönnek. Várjatok, annyira izgulok, hogy hát dobni se tudok. Teljesen be vagyok izgulva. Egy dobbátul ott van. Kapás ott volt. Le is ette a gumimat. Csak tartsad. Az utolsó kájteket rakom fel. Semmi finomkodás, PE másfeles farivasz. A 9 kilós plankon. Aztán látva a pár létszeres, hogy nem tudok horkászni. Annyira lesznek. Meg sem merünk mozdulni. Vegyük a botot, légy szíves. Ott a bot, ott a hal, figyelj, ott van. Ú, de jó volt. Látod? Megvan. Azt nézd meg milyen. Uram, ez nem Svédország. Hanem a Muhi RealXtreme. Imádlak. Még, vegyünk még fel vagy ötöt, aztán te, mint újonc, te is elfogni fogsz egyet, egyfolytában ütnek. 35-ös vagy 40-es flóról van fent. 5 gram most fel. Hopp! Ott van. Milyen jó megérzés volt bejönni itt, ugye, Imre? Megvan ez is. A testvérek jönnek utánuk. Nézd! Ez igazi boldogság, horkászok. Ilyet pecázni. Hány lehet alattunk? És mekkora víz a radaron? 1,9 méter, ugye? És itt állunk fölöttük. 2,9. 2. Ott van megint. Ez egy kis picurka testvér. Ezért jó ezzel a 9 kilós bottal pecázni, meg 35-ös előkével, meg másfeles zsinórral, mert az akadót gyorsan lehet tépni. Maximum kihalik a horog, és folytatjuk a pecát. Ott van. Atyám, atyám, de húz. Ennyi. Imádok élni és horkászni. Ez az életem, és ezt semmiért el nem cserélném.
ezt az életformát. Egy kájtek csalit kihasználom rendesen. Isten, ez a bot, ez a metániummal valami halál isten cucc. Nyilván nem akarok önző lenni, szeretnél te is fog néhányat? Megpróbáljuk. Mindjárt akkor. Nem állítjuk meg a felvételt, hanem mindjárt lerakom a botot, hogy neked is meglegyen az élményed. Biztos, hogy nem fogsz bot nélkül hazamenni te sem szerintem. Hopp, ott voltál. A ból is bottal betárasztál eléggel. Ez mikor belenyúlsz a halba, és vertikálva találtuk meg őket, vertikálozva. Ugye? Így van. Becsorogtunk. Ha nem eszed, nem találjuk halat, akkor egyet még fogok, és csak leúszta a csalit. Teljesen már elhasználták halálra szegény kájteket. És itt állunk fölöttük. Ott van. Azt nézd meg, figyelj. Jó, ezt én befejezem itt. Én, ezt a csalimat megették teljesen. És most az armatát, akkor te harcba küldöd. Ezzel hallal búcsúzok én, nem akarok önző lenni. Fele barátomnak is kiára élvezet, hogy most átveszem a telefont, és Imre fog dobálni az armatával. Ez pedig berakom a Imrenek a bojlis tartójába. Arra kérlek majd a notagot ne teked be a gyűrűm közé, ne kapjak infarktust, jó? Rendben, megpróbáljuk. Piciket emelj bele. Meglátjuk, hogy a vertik kell nekik, ha nem, akkor pedig már is kap tőlem egy kájte gumirákot. Volt valami? Megtetszett. Hogy? Valami megtetszett. Már is mutatom, nem járok túl sok csalival. Nem szoktam túlzásba vinni a csalikat. Imre kap tőlem egy rorszín gumirákot, cseréld, légy szíves. Hát Imre egy ács, akinek nem az ekkora dolgokhoz szokott azzal a keze. Majd ezt felrakod szépen. Van 3-4 vertikális csalim. Ezzel nyugodtan indulok horgászni az élményeket. Sokszor nem kell túlzásba vinni ahhoz, hogy megkapjuk, hanem inkább többet kell pecázni. Ezért is kezdek visszatérni a gumicsónakos pecához, mert nem kell kínlódni, meg 70-nál, meg 80-nal mennem, jövök az úton, ahogy csak tudok, és picit arrébb állok halkan. Ott volt, ott van, ott volt? Ha jegye meg szépen. Nem szedtünk semmit össze. Engedd le. Ha nem akarják ezt megenni, rakunk neki másikat. Általában mindig természetes színű gumihallal szoktam kezdeni. Szerintem a kis hal télen, nyáron, reggel, este szürke. Úgyhogy... Látom a csalit. Látod a csalit? Látom, képzeld, hogyha ledugtuk volna a GoPro-ngot, hogyha itt lett volna, akkor itt milyen pecát nyomtunk volna. Igen, de mit jöttek? De nem kell neki gumirák akkor. Csak a fal levél meg a gajban. Imrém, én ott dobnék a helyedben, nézd. A bokornak a öblét dobnám meg. Ez is ritka alkalom, hogy kölcsön merem valakinek adni a saját cuccomat, mert olyan szívbajos vagyok. Meg is van. Meg is van. Azt nézzétek. Ez az. Ez az. PL3-as varivasz. Szólt volt el. Azt nézd meg. Ah, és akkor megfogom a zsinort, nehogy a...
Hát Imre, mint a kárászózik, megfogta a botomat, nézni is rossz volt. Bocsánat, de kezdők szerencséje. Ha nézzük a halat, átjám, úr Istenem, Imre, tiszta szívvel gratulálok neked. Köszönöm. Akkor beadta a kájt a gumirák is, folytasd. Bárki szeretne egy jót sügerezni, szívesen áhozom ide. Nyugodtan keressetek, ott volt a hal. Ottam. Istenem Imrének a lélegzete is lát, figyeljétek a narancságos piccet. A sikert nem lehet garantálni, mert ez nem egy olyan víz, ahol csak úgy bedobunk és jön a hal. Pénteken egyetlen egy helyet találtam, ahol tudtam fogni néhány darabot egymás után, sehol máshol. Nem volt hal, de most úgy látszik a szélcsendes öböl behúzódtak be a halak. Ezért szeretem, ha van nálam egy nyílt vízi bot, mint az Armata, ami nem ilyen akadóba való, meg az erősebb múlt is, mert a vastag zsinóra teljesen másképp süllyed le a gumihal, nem áll olyan könnyen fejre, és amikor a süllyedőt akarják elkapni, akkor sokszor ez jobban beszokott válni. A vastag zsinóros lebegtetett gumihallazás, multiorsó az a legjobb. 3-5 grammos fejjel ezek a 2-8-as kájtékek gyönyörűen dobhatóak a metániummal. Meg ezzel a 9 kilós blanka, az Armata XRay pedig itt van. Minden más, amikor pici csalikkal kell szórakozni, de hát sajnos inkább a legtöbb pecán küzdködni kell halért, és az Armatáé a főszerep, és ritka az, amikor lehet vadon vadul csinálni ezt az egészet. Van még itt, ha szerinted. A legnagyobb jó indulattal is Imrének ezt a dobást még gyakorolnia kell. A boil is bot után elég meredek a kezében a kis pici bota 22-es flóróval és PN03-as fonottal. De szerintem én régen elgondolkozott azon, hogy néha ez is jó, mikor nem eszik a ponty, meg az ember egy ilyet akar pecázni. Nézd Imre, még itt előttünk van egy csomó hála, ahonnan jöttek ebből a félkörből. Aztán gájdolás, uraim. Gájdolási kávéért. Imre ma reggel ötletet adott nekem, hogy most nem fogunk megvitatni. Jövőre remélem lesz belőle valami. A kumicsónakokra visszatérvés gondolva. Hát jó, sok helyen nem lehet csójázni. Kínlódás. Imádom én is a csónakokat, de ottkor, mikor majdnem belecsúsztam, kocsistól a Muhiba, elment a kedvem tőle. Lesz még kalimbrém? Bízod benne. Azért van jobb egy vízünk. Igen, 1-9-2-9 a között mennyi most? 2-7. 2-7. Hát szerintem, hogy 36-at megszúrtunk itt. Mire eszembe jutott, hogy élőben kellene lesz tolni, nem? Hát igen, nem gondoltuk, hogy itt vannak. És rögtön a csónak alatt. És ahogy le fog hűlni a víz, most az jó, hogy most beállt az idő, a kellemes idő beállt, mert a hirtelen melegedés nem volt jó sehol. Múltkor mi pénteken sem akartak enni. Ott volt? Oda pendített neki keményen? Ha? Le is rágta a farkát. Lerágattad a drága csalimat? Atyám. Remélszak majd. Élőben. Budapestről érkezett. A Szabolcs barátunk is látja. Mondjad? Remélem a Szabolcs barátunk. Szabolcsnak is, igen. Ott volt megint, ugye? Nem szégyen bevallani, Szabolcs barátunktól, a Megyeritől rengeteget tanultunk. Nem csak radarozni, hanem halat fogni is. Botot törni is, hát persze. Egy-egy kialvatlan éjszaka után sokszor a szögeket benézi az ember.